És akkor immár világosban. Üdvözlök mindenkit újra. Sámodi elágazás. Azzal a busszal jöttem ide, amit ott láttok távolodni, és akkor folytatjuk a vonalbejárást. Ugye, két épületet már tegnap megmutattam, úgyhogy irány tovább egyenesen. Szóval megnézem tüzetesebben a másikat. Az egykori megálló rakodóhelynek a épületét, mert 1965-ös képen, azt az előző videóban láttátok, belaktam, hogy még megvolt a kitérő vágány, tehát most a megálló rakodóhely lehetett itt. Akkor, hát mindjárt nézzük, úgy tűnik egyébként, mert legalábbis tegnap úgy tűnt, hogy lakatlan. És hát ugye a villany nincs bevezetve, az látszik. És aztán pedig tovább sejjéig az a terv. Hát Vajszlóig kell majd ilyen bozótharcos menetet csinálni, Vajszlótól már de igaz, akkor van rendszeres forgalom, és ott már járható a pálya. Vonattal is, tehát a vonattal a fogyalom is. Kedekes út, szokásos. Itt lehet a pince lejáró. Hát. Hát, van itt valami érdekes. Hát, nincs. Ennyi. Jobban nem megyek, lesz itt. Nincs miért. Ez szomagállati lakás volt. Érdekességek itt vannak. Vagyis hát lennének. És itt még megvan a kőbútkolatja. Na és itt volt a... Akkoriban valószínűleg itt volt a pénztár. Igen. Akkor ez lehetett a váróterem. Aha, a fürdőszoba ott volt a fürdőkád, ott a bojrád. Hát ebből már rég nincs semmi. És itt volt a szolgálati lakás. Semmi. Egy villanykapcsoló megmaradt. Egyébként az látszik, hogy innen már minden értéket elhoztak, ami még maradt. És bizony, itt volt a rakodóvágány, ami egyben volt a kitérőágány is volt, és hát itt a villanyórának a hűlt helye. Aha. Á, nem, nem rosszul mondtam, az előbb ez volt a váróterem, és itt volt a pénztár. De már jegykiadás akkor se volt, amikor még itt járt a vonat. Itt volt egy melléképület, valószínűleg az egy ilyen tyúkol. És hát erre tovább mennek a sinek. Na, csak a szokásos. Viszont van itt egy ösvény, legalább egy darabig lehet itt mellette menni, és egyébként a közút sincsen messze. Úgyhogy itt az a lényeg, hogy valahogy Vajszlóig el kell jutni, és akkor onnan meg már mondhatni sima sztráda. Akkor gyerünk tovább. Hát, de itt azért még annyira nagyon szúrós nevézet, meg semmi nincsen. Ráadásul most még olyan szempontból is szerencsés vagyok még, egyelőre, hogy most -2 fok van, megnéztem közben a telefonon. Úgyhogy egyelőre nagyon sárba se kell menni, mert az még le van fagyva. Mint egyébként látjátok, itt forgalomból kizárva, hát itt már valószínűleg soha többet nem fog semmi járni. Mindegy, szépen egy ilyen 5 kilométer lesz Vajszló. Aztán utána már könnyed kis levezető így a harmadik napon. Ezt nézzétek, itt van az első átjáró. Mióta elkezdtem a vonalbejárást. Sima földutas, viszont itt még egész jól járható a pálya, bár akarom elkiabálni, de eddig jó, és nem voltak szúrós növények se. Még. Na, innen már vannak, de ezeket még ki lehet kerülni.
Úgyhogy csak tovább. Aha, na például az ilyenek, mint ez itt. De ameddig csak ennyi van, az még nem baj, mert ez még simán kikerülhető. Úgyhogy csak tovább. Nem tesz egyébként nagyjából erre lehet számítani, amit ami itt van, hogy hosszú, egyenes. Ez akár lehetne szimbolikus, és a vasút megadta magát, kitette a fehér zászlót, itt már többet vonat nem fog járni. Győzött a közúti lobby, meg a Pécsi Vasút Igazgatóság. Van olyan szakasz ezen a vonalon, ahol még esetleg érdemes lenne ilyen önkéntes PFT-skedni is, hogy akár itt is hajtánypályát kialakítani. De az körülbelül Harkánytól, mondjuk Mária Gyűdig, vagy Siklósig esetleg, mert Harkány után ott már fizikailag is járhatatlan a pálya. Ott ugye azon az elkerülő úton ráaszfaltoztak, aztán utána is álmodik tovább, pedig más hiány is van. Hát meg esetleg itt, hát nem tudom, hogy Vajszlóig milyen a helyzet, de esetleg még ezen a szakaszon sámodik, egy 5 kilométeres hajtánypálya még itt is lehet, de ezen a vonalon összefüggő hajtánypálya már nem. Igazából még az a kérdés, hogy a belemendi cementműtől Harkányig mennyire van egybe, mert talán még ott. Egyébként van a helyzet változatlan, nyíl egyenes pálya, szintén ugye távvédó vezetékek már sehol, póznák azok azért néha megvannak, egyik-másik, de azok közül sem mind, mert itt már loptak póznát is. És újra 48-as sinek, azért ez már valami. Ugye itt azért változatos, itt voltak közé címek, kisilsinek is, most 48-asok. Mindjárt nézem hátra ezeken van felirat, és az a baj, hogy a kisilsi nekem, meg a többin se találtam. Nem tudom, mennyire látszik kamerán. Diós Győr 1969 és 48. Hát arról süt a nap, de azért fogom mutatni, hogy eddig még viszonylag jól járható volt a pálya, erről jöttem. És bizony itt a híd. Az egyik, hát túloldalt már úgy látom, hogy picit azért gazosabb a helyzet. A híd az még viszonylag jó állapotban van. Na ezt nézzétek, innen azért már nehezebb. És itt már fák is nőttek a Vágánytengelybe, és errefele tovább kell menni. Hát és itt még kerülni se nagyon lehet hol. Úgyhogy itt egy darabig muszáj itt a Vágányon menni. Hát igen, ezen már azért nehéz átmenni. Nem is tudom ezzel, hogy fogok, mert megkerülni nem lehet. Na, nagyon átmászti rajta se, pedig muszáj lesz. Na hát ez viszont két kéz kell, úgyhogy ezt nem fogjátok látni, hogy ezen hogy küzdöm át magam, de valahogy átfogom. Igazából ilyenkor is még előny az, hogy fagypont alatt van, mikor csak egy-két fokkal is. Kiszáradt galjak legalább könnyen törnek. Úgyhogy a kisebb galjakat eltörve már át tudtam mászni a fatörzsön. Hát most némileg javult a helyzet, úgyhogy haladok tovább. Hoppá. Hát majd ott arrafele fog megint bedurvulni. Viszont itt már van egy szántóföld a közelbe. Hát itt némi susnyáson átküzdöm magam, hogyha nagyon nem tudok itt haladni, akkor oda kimegyek, és akkor megyek rajta. Szerencsére még a fagyott talaj van. Na ezt nézzétek. Egy szintén földutas átjáró. És megy tovább a dzsungel, arrafele. Nézzétek, még egy átjáró és egy magányos pózna. Hát itt a környéken ez az egyetlen, a többit azt már ellopták. Új, és micsoda gaz. Ez nem volt annyira gázos, ahol most jöttem, de ami most jön. És akkor ezt nézzétek, kicsit kitisztult a pálya. És itt van Vajszló állomásnak az előjelzője.
legalább az megvan. Hát a vonóvezeték már nem biztos. Majd azért azt figyelni fogom, csak közben itt vannak ezek a szúrós, azért ruhába ragadós növények is. Minket figyelni kell, és aha, és ott van a vonóvezeték tartó. Csak a vonóvezeték már nincs meg. Hát akkor innen már nincs sok az állomásig. Vajszlótól pedig már aktív a pálya, és használják is. És egyébként az offline térkép is csak Vajszlóig jelöli a vonalat. Tehát nyilván ott is tudják, hogy addig még aktív és használatban van, aztán innen Vajszlótól lefele meg már a térképen sincs rajta. Hát ezen is valahogy át kéne mászni, viszont na most megmutatom nektek, hogy ez ennyi. Tehát most ilyenkor, hogyha meg van fagyva, akkor ilyen könnyen törik. Tehát még a vastagabbakat is így el tudod törni, és akkor így meg ezen át lehet menni. Tehát így húzom magam fele, és akkor így szinte magától eltörik, mint a dopi. Hát ez mondjuk már nem, ez már túl vastag ahhoz. De hogyha a vékonyakat letöröm, akkor már tudok rajta menni. És ennyi, és már is csináltam magamnak utat. Na ezt nézzétek. Vonóvezeték itt még megvan nyomokban. És egyébként irány a főjelző felé az még nincs meg, de innen már azért a pálya állapotok is jobbak. Hát már közben megérkeztünk Vajszló belterületére. Úgyhogy innen már meg lesz. Csak ezekkel a talfákkal kell vigyázni, mert ez az úzmadás az nagyon tud csúszni. Tövedett már megint moskosok a melalencse. Ja, nem, csak az LCD lett az. És megvan a főjelző. Megáll járásban. Ja, vonóvezeték sincs már rajta. És így egyenesen a pályán tovább. És mindjárt megérkezünk az állomásra. És bizony itt van a tolatási határ. Hát itt már nem írták ki még részletbe se, csak a szokásos Trainhungary táblával jelzik. Egyébként az annyit jelent a tolatási határ, hogy azon túl már csak külön engedéllyel szabad hátrébb tolatni. És ott vannak mindjárt a mellékvágányok. És hamarosan közelítünk a felvétel épülethez is. Nézzétek meg a 49-es őrhely. Ebből se sok maradt, és biztosan nem lakott. Hát, hoppá. A fedém az itt is már részben le van szakadva. Ott van a padlás feljáró, ahol most szintén nem fogok felmenni. Hát gondolom, azt nem kell magyarázni, hogy miért. Az előző snitt után. És itt szembe pedig látjátok a lakodón, azért van egy pár önkfa, tehát itt még van teherszállítás. Ugye selje fele szokták elvinni ezeket a dönkfákat. Hát most ránéztem nyilván az emigre, hogy van-e valami ezért kint a vonalon, de nincsen. Tehát szerintem ma nem lesz szállítás. Legalábbis mostanában biztos nem, mert akkor már valószínűleg egy mozdony már ott lenne. Feltéve persze, hogy más szerelvény viszi. Bár úgy tudom, hogy Dacia-val szoktak kiadni. 2-3 EOS kocsival, és az viszi el a fákat. És akkor irány tovább a felvétel épület fele. És bizony itt van. Melléképület a pottyantós rötyivel. És Vajszló, ahol szolgálat már nincsen. És látjátok, várótelem meg az egykori forgalmi is. Be van deszkázva. Még valami hirdetmény is van rajta, az még lehet, hogy az, hogy megszűnik a személyszállítás, bár nem hiszem. Nem, ez nem az. Épület megközelítése baleset veszélyes és tilos. Hát mondjuk bemenni azt nem is lehet. És itt van az utcafronti része. Hát a helyzet ugyanaz.
Itt van még egy lakatlan őrhely, túlsó végén. Hát ez már téglával is be van falazva. Úgyhogy itt aztán már tényleg semmi, és ennyi volt az állomás. Csak nézzük a váltókörzetet még egyszer, két irányba szétnyílik a vágány. Van két rakodó, meg egy oldalrakodós vágány, ez a középső pedig az átmenő. Az átjárónál pedig egy tekerés sorompó, mellette a hajtómű. Hát ezt valószínűleg a vonat személyzet kezeli, ha kezeli, és nem jelzővel fedezik az átjárót, amikor a tehervonat jön. És akkor előre tovább. Így más elje fele, és hát innen már bozót halszra nem kell számítani. És itt van ellenfényben az előjelző. És akkor egyenesen tovább a vonalon. És egy kilométerre a vajszlói állomástól volt egy lakodó, vajszlói téglagyár néven. De ez sem ért sok ideig. Szóval erről is csak annyit írnak, hogy csak a téglagyár számára volt megnyitva. De annak meg valahol itt kellett lennie. Néhány száz méterre adé, de szerintem annak sincs már semmi nyoma. De hát ha mégis. Gyenlőre, nyíl egyenesen tovább. Viszont itt legalább bozót harcolni nem kell. Kényelmesen lehet sétálni a sineken egészen se így. És akkor egy kis érdekesség innen, hogy a megszokottnál sűrűbben vannak a talfák. Ami most nekem azért jó, mert így pont gyalogos tempóban mindig talfára tudok lépni. Ez ritka egyébként, ennél ritkább közökbe rakják a talfákat, hogy igazából normál lépés tempóba nem lehet úgy menni, hogy mindig talfára lépjél. De általában az szokott lenni a szás, hogyha futsz akkor. De így viszont egy sűrűbbek a talfák, így még kényelmesebb lépkedni rajtuk. Hogyha nem lenne mohás meg zúzmadás és nem csúszna néha, akkor még jobb lenne. Az első átjáró, egyszerű biztosítás nélküli földutas. És egyébként semmi érdemleges nem történt eddig. A pálya ugyanolyan, még mindig egyenes. Még látszik, még legalább 6 vagy 7 oszlop, mire elkanyarodik. Egyébként szokás, hogy itt még a póznák azok megvannak, csak a vezeték nem, tehát ott jó munkát végeztek, mert végig ellopták. Egyébként a helyzet változatlan errefele, és ott majd lesz még egy ív, és úgy fordul rá, most azt hiszem Nagy Csány jön, ha jól emlékszem. Az csak egy szimpla megállóhely felvételi épülettel. Hát feltéve, hogy megvan még, mert ilyen 2016-os meg 5-ös képek vannak, hát ki tudja, hogy neve bontották el azóta, hát majd kiderül, ha odaérek. Egyébként itt igazából semmi érdekes nincsen, azért sem nagyon videózok, mert nagyjából ugyanazt lehet látni. Felépítmény nem változik, betonaljas 48-as sinekkel nincsenek. Sínhiányok, síncsavarhiányok, mert ugye itt aktív teherforgalom van, tehát itt ezt karban tartják. 609-es szelvényt elhagytam, és a 618-asban lesz majd a következő megállóhely, Nagy Csány. Ha jól emlékszem, az előbb néztem meg a vasútállomások.hu-n. És akkor 616-os szelvény, és már látszik a Nagy Csányi megállóhelynek az épülete. És egyébként még az is lehet, hogy ez is megállódakodó hely volt, most nem tudok fentről.hu-t nézni. De a legtöbb ilyen helyen így volt, hogy és volt épület, mert legalább egy rakodóvágány mindenhol volt. Aztán azt gondolom, hogy 70-es, 80-as évek környékén szedhették föl. És hát akkor szépen tovább egyenesen. De az épület az láthatólag megvan. Most már csak az a kérdés, lakják-e vagy sem. És megérkeztünk Nagy Csány megállóhelyre. És szinte úgy, mint ahogy eddig többször mondtam már, hogy szinte biztos vagyok benne, hogy itt egykor volt egy lakodóvágány. Elfért. Maradjunk ennyibe, aztán majd kiderül, hogy igazam volt-e vagy sem. Hát az épület a szemlátomás nem lakott. Ugye a villanyvezetékek az látszik, hogy már csendek, sőt innen még ezt a
20 vagy 25 kilovoltos vezetéket is eltüntették. Itt még arrafele, még már a Póznát sem látom, de ott látszik, hogy itt volt egy 25 kilovoltos vezetékben, amikor valószínűleg húztak oda egy másikat, és akkor emiatt bontották ezt el. Ugye a villanyóra nincs meg, azt látjuk. Egyébként két villanyóra szekrény is van. Szép nézünk itt. Hát ez lehetett az újabb. És ez volt a négy. Hoppá, de ez még megvan. Sajnos úgy digitális villanyóra van. Ja, hogy akkor innen, akkor valószínűleg földkábellel mégis behúzták ide az áramot. Noha, de akkor ez szint újonnan, mert hát ott van egy döglött darázs is, tehát darázslak is lehetett itt. De hát ilyenkor már nem élnek a darazsak, legalábbis az igazán veszélyes dolgozók, amik csípnek. Azt a kurva, mi van itt? Ott egy régi monitor, CRT, és egyébként ez volt egy kodaválóterem. Valahonnan meg szól a zene. És hát errefele kell tovább menni, és eljefele. Hát valószínűleg egyébként itt, ha nem is hivatalosan, de laknak. Ilyen villany nincs az épületben, viszont valami zeneforrás szólt. Tehát nem tudom, volt-e bent valaki, mert a környéken senkit nem láttam. De másik helyiségben ez inkább be sem mentem, de ha lakik is ott valaki, akkor hivatalosan biztos, hogy nem. Meg valószínűleg állandó jelleggel se használják már az épületet. Úgyhogy akkor mehetünk is tovább. 620-as szelvényt nemrég hagytam el. S helye az valahol a 690-es környékén van. És megint itt látjátok egy illegyenes pálya. Így legyen a spálya. És itt van egy 20-as lassú jel. Meg hát itt ugye már talfás lett a pálya betonaljas helyett. És itt a következő átjáró. Ez már egy forgalmasabb úton van. A következő állomás az Csányoszló lesz, hát egy kb. Egy olyan 2,5 kilométer múlva. Aztán még 4 kilométer és más helye. És 630-as szelvényben kezdődik a 20-as lassújel. Tehát itt van a lassú menet kezdete tábla. Hát valószínűleg a talfák rossz állapota miatt tették ki. Ugye itt megmaradt még a felépítmény talfás. Csak a sineket cserélték 48-asra. És megint egy hosszú egyenes szakasz következik. Úgyhogy valahol a 64-es, ugye a 641-es szelvénynél lesz a Csányoszló állomás. Egyszerű út átjáró a 640-es szelvénybe, és átjárok, ilyen az, amit néha kipucolnak. Azért a sadat azért vastagon ráhordták. Akkor még körülbelül egy olyan 5-6 kilométer helye. És előtte még lesz Csányosztró. Hát az már tényleg itt lesz mindjárt. Valószínűleg ott a víztorony környékén már megérkezünk oda. Mert valószínűleg ez már a település külterülete, ott van a templomtorony is. És látjátok, visszajött a betonaljas felépítmény. Itt láthatóan sokkal jobb a pálya. És ott is van valami jelzőtábla. Szerintem megint egy lassú menet lesz, de majd a közelebbének megmutatom. És itt vagyunk Csányoszló állomásnál. A váltót azt látjuk, kiszedték, felszedték a kitérővágányt is, és van egy 20-as lassú jel. Hát itt volt a régi első vágány.
haladunk szépen előre, de hoppá, igen, tehát itt látszik, és ezt valószínűleg ezt még a bezárás előtt megtették, hogy itt fel lett szedve, nem hiszem, hogy voltak itt menetrend szerinti keresztek már akkor se. Hát ez tulajdonképpen csak egy rakodóvágány volt szintén. És itt ott van az épület, na majd kicsit közelebb megyek és megnézem, meg itt a peron is látszik gazzal felverve. És akkor a felvételi épület. És rögtön mellette kezdődik a 20-as lassújel és az átjáró italt. Azt még az is lehet, hogy csak azért rakták ki azt a 20-as lassújelet az átjáróba, mert hogy biztosítatlan. Ilyen feltételezem, ott régebben volt egy tekedősorompó, vagy egy fénysorompó. Hoppá, hát ez se úgy néz ki, mint amit laknak. Azért a friss leltári szám ott van. Jó, benőtte a gaz. Aha. És ez volt a jegypénztár. Ott pedig a váróterem. Hoppá. Hát, csak a szokásos beszakadt födém. Úgyhogy a padlás itt is hanyagolva lesz. Ez pedig lehet, hogy szolgálati lakás volt. Aha. És itt meg van egy pince feljáró, ahol szintén nem megyek. Ott pedig van egy melléképület, meg mellette egy szolgálati lakás. Na, az lehet, hogy még lakott. Fent ott a állomás másik végén lévő ölhely, az viszont szinte biztos, hogy lakott, legalábbis fel van újítva. A mávos kerítés azért még megvan, és be van vezetve a villany is. Hát igen, az átjáró elég rossz állapotban, nem csodálkozok a 20-as lassú jelen. Egyébként figyeljétek majd errefele. Itt van benne egy eskanyar a pályába, és arrafele folytatódik. Ezt nézzétek. 656-os szelvény. És hosszú egyenes szakasz következik megint. Hát látjátok, a helyzet változatlan. És ez már a sátáni szelvény, a 666-os. Hát itt a szelvénykő is megborult. Ja, hát igen, itt meg ugye. Itt a póznát is ellopták, nem csak a vezetéket. És akkor tovább. Gyakorlatilag innen már sejjéig nem is sok ív lesz benne. Itt ameddig a szem ellát, hogy legalább egy kilométerig itt egyenes. Hát a helyzet változatlan. És itt egy vasúti átjáró, de már gyakorlatilag sejje. Belterületére érek lassan. Tehát innen már nagyon közel az állomás. Szerintem max. Egy kilométer, de lehet, hogy annyi se. Hamarosan jönnie kell az előjelzőnek, már ott van rá a figyelmeztető, aztán a főjelző, és már ott is vagyok. Sejje, állomás előjelzője. És ott az ív után már az állomás jön. És itt van az utolsó átjáró szerintem az állomásig. Ott az ív, és utána fordul. Van a fele. És a most is létező Szent Lőrincselje vonal mellé. Ott fordul be, aztán most tudom már. Más. Egyébként sok idő lesz az állomáson is, mert 2 óránként jár a vonat, és 1/2 órája ment el az előző. Úgyhogy nagyon sietni nem kell. És itt a főjelző. Alakon jelző, megálljelzést, és mellettünk pedig a Szent Lőrinci vonal. Azzal fogok majd Pécsig elmenni. Hamarosan jön vissza a BZ, aztán úgy kb. 1 óra múlva indul. Tehát errefele pedig akkor irány az állomás. És ez már Sejje állomás. Van egy tekerősorompó, így közvetlenül a váltókörzet után. Ott van egy őrhely, valószínűleg onnan kezelik a sorompót, felújítva, bármint az őrhely. Itt az első vágány, úgy látom, vörös négyzettel le van zárva, és akkor gyerünk az állomás fele. És egyébként arra tovább kéne menni, Középrigóc fele. És Drávafokig még van kiszolgálás, tehát majd ha legközelebb vonalbejárás jövök, akkor Drávafokig valószínűleg könnyű helyzetben leszek, utána viszont
megint jön a dzsungelharcolás, egészen középig úszik. És akkor mutatom Selye vasútállomást. Van egy fa áruraktár az oldalrakodón. És itt van az állomás épület. Szolgálat az van, úgy tudom. Szintén. És hát akkor nincs más hátra, mint megvárni a vonatot, akkor ez a vonalbejáró videó az ennyi lett volna innen Seljén. Majd érkezik a BZ arról. És akkor azzal elmegyek Szentlőrincig. Szentlőrincen felszállok az Intercity-re. Aztán onnastól kezdem már Budapest. Úgyhogy akkor ez ennyi lett volna. A harmadik része a 62-es bejárásnak. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Ha esetleg még nem tettétek volna meg, akkor ajánlom figyelmetekbe az első két részt. Ugye első részben Harkánytól Siklósig, következő részben Harkánytól Sámodig jártam be vonalat. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Sziasztok!